olyan hiányposztot töltök be, ami mindenkinek tetszeni fog, mindenki nézni fogja, de senki nem fogja elismerni, hogy ez jó. Én nem megyek el azért egy szállodába, és nem reklámozom, mert engem meghívtak egy hosszú hétvégére. Pénzt kell adnia, és meg kell, hogy hívjon egy hosszú hétvégére. Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és egy újabb villámkérdéseket fogunk csinálni. Hogyha most vagytok itt először, akkor annyit kell tudnotok, hogy fix kérdések, de nagyon átütő válaszok jönnek. Azt nézzük meg, hogy sikeres emberek hogyan értékel azt, amit szeretnének, és megpróbáljuk szétszedni, megérteni a döntésük mögötti dolgokat. Ma egy nagyon különleges vendégem van, akivel régóta szerettem volna találkozni. Múlt héten igent mondott, és most itt vagyunk, a vendégem Berki Krisztián. Szia! Bocsánat! Ciao, ciao. És jó étvágyat! Köszönöm szépen, be is fejezem mindjárt. Nyugodtan. Még engem nem kínáltál meg, de ez annyira. Igen, én azt szoktam egyébként mondani, hogy amit én megfogok, az az enyém. És általában puffasztott rizst nem nagyon szokták kedvelni az emberek, de itt vagy a mi irodánkban, és gondolom a kolléganők megkérdezik, hogy mit szeretnél inni. Minden. Ki lehet és szolgálva, jó, ez a lényeg. És René is nagyon-nagyon jó fej. Jó fej vagy csinos? Milyen a René? Mind a kettő. Mind a kettő. Van párod egyébként? Van. Tehát akkor ilyenkor már nem is csajozol. Na. Flört? Mi a flört? Ugye nem akkor... tudom, erről egyébként sokan... Ugye ez tök érdekes. Nekem mindig azt mondják, hogy én állandóan flörtölök. Én szeretek flörtölni, tehát én azt mondom, a zöldségeshez is lemegyek, akkor is flörtölök, vagy bemegyek egy bankba, vagy irodaházba, akkor is flörtölök. Mert a flörtnél kaphatsz egy olyan visszajelzést, ami esetleg elegendő a férfi hiúságodnak, de nem akarsz tovább menni. Szerinted ez nem fér bele egy párkapcsolaton belül? Dehogy nem, teljesen. És flörtölni ebben az értelemben, van ez a angol, ez a banter, vagy compliment, nem is tudom, hogy fogalmazni, hogy ne csak megdicsérni, hogy nézed azt, hogy mi a poén, jó a világban, és a pozitívan állsz hozzá. Ma. Gyerekkorodtól indulunk, és olyan kérdésem lenne, hogy van-e valami, amit a gyerekkorodból megőriztél mai napig, ahogy kaptál egy olyan tanácsot, vagy egy gondolatot, ami mai napig az életedben benne van? Erről pont most derült egyébként fény. Én jó gyereknek számítottam, tehát szót fogadtam a szüleimnek, a tanároknak, odafigyeltem, hogy mit mondanak, vagy mit kérnek tőlem. Viszont egyszer a homokozóba tönkretettem a többi srác által készített, nem emlékszem mi volt, az homokvár, vagy bármi más, és nagyon megvertek ott a homokozóban engem a többiek. Úgyhogy felmentem sírva édesanyámhoz, aki állítás szerint nem vert meg, én úgy emlékszem, hogy azért kaptam egy-két taslit, és azt mondta, hogy akkor én menjek le, szedjem össze magam, rakjam rendbe azokat a srácokat, és sírva soha többet nem menjek fel a játszótérről, vagy egyébként nem menjek játszani. Úgyhogy talán ez volt az első olyan lecke, mondtok, ezzel a szülőkre nem tudtam hivatkozni, úgymond egyedüli harcosként elindultam az utamon. És ez mai napig tart? Ez így van. Talán most lesz egy kis változás az életemben, hogyha már a társamat találtam meg, akkor nagyon remélem, hogy először megoszthatom majd azokat a dolgokat vele, amit eddig másokkal nem osztottam meg, és lehet, hogy most már nem egyedül fogok lépkedni, hanem lehet, hogy közösen a társammal. Hogy szokták ezt mondani, a magányos farkasból lesz egy falka. Igen, a magányos farkas voltam idáig, lehet, hogy én választottam, vagy féltem. Biztos, hogy volt bennem félelem a csalódás miatt. Igen, mert tudod, azt szoktam mondani, hogy üzletemberként, vagy üzletembernek nem születsz, hanem üzletemberré válsz. Teljesen egyetértek. Az, hogy amikor üzletember vagy, mondjuk csinálnánk egy üzletet, és te becsapnál engem, vagy nem fordulhatnál, de becsapnál engem, azt az ember feldolgozza, tovább megy, majd csinál egy másikat. De amikor ez érzelmi alapon történik, az nagyon sok esetben kezelhetetlen. Nem tudják kezelni a férfiak, mint hogy a nők sem. Ettől a csalódástól féltem ez idáig. Most meg egyszerűen belecsöppentem. Belecsöppentél. Maradjunk még egy 20 éves önmagadnál. Az a kérdés, hogy kb. Légy le, hogy hol voltál akkor és mit csináltál, és hogyha mai Berki Krisztián találkozna vele, mit tanácsolnál neki? 20 évesen? A 20 évesen magadnak. 20 évesen még nem tudtam, hogy hogyan tovább. Ott már játszhattam NB1-ben, nekem az egyik vágyam az volt, hogy én NB1-es labdarúgó lehessek, de mindig cserejátékos voltam, tehát mindig ott voltam a legjobb csapatoknál, a Tűz közelben. De kispadon. De kispadon, igen. Nem tudtam volna elképzelni azt, hogy ha kikerülök az utcára, mihez kezdek. Tudatos voltam abban, hogy amit éppen csináltam, abban 120%-ot raktam. Ez ma is így van. Tehát valamit vagy csinálok, vagy nem csinálok. És akkor beleadsz minden. Nincs köztes út, igen, hanem akkor a maximumra törekszünk. Talán azt tudnám tanácsolni a mai fejemmel, hogy
Nem kell rágörcsölni, nem kell véresen komolyan venni, nincs olyan soha, hogy nem lesz valahogy, és nincsen kudarc élmény. Tehát bizonyos szituációkat kudarc élményként élnek meg az emberek, holott nem kellene. Az csak egy válasz. Egy válasz egy adott szituációra. De az egy kudarc? Most, hogyha egy másik területre viszem, mondjuk az érzelmi alapra, akivel én most együtt vagyok, ő 7 évvel ezelőtt nekem nemet mondott. Azt én megélhettem volna kudarcként, de az a nem kellett ahhoz, ahogy mi most együtt vagyunk és egymásra találtunk. Sokkal korábban kellett volna váltanom, ezáltal ezt mondhatnám egy kudarcnak is. De ha korábban váltok, akkor nem találkozom a Mazsival. Tehát, hogy ha így nézem, vagy úgy nézem, én egy elégedett ember vagyok, elégedett inkább vagy. Így mondanám. Tehát amikor egy élményt kudarcként élhetsz meg, az nem feltétlenül kudarc, hanem akkor az akkori életszakaszodban, az akkori sorszerűségben nem való neked. És az emberek nagyon sokszor ezt rontják el, hogy egy negatív dolgot, azt kudarcnak élnek meg. Az nem kudarc, azon tovább lehet menni. Én ezt úgy fogalmazom meg magamnak, hogy a kudarc az igen úgy egy pont, ahogy te is mondtad, de attól még az egy élmény, és szerintem meg is kell élni, és majd később tudod meg, hogy az miért történt veled. Tanulsz velőle, mész tovább, és igazából van az a mondás, hogy nincs olyan sikeres ember, akinek nem volt kudarca, viszont rengeteg olyan sikertelen ember van, akinek nincs kudarca. Én tudom, a sikeres embereket mindig bírálják, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan. Én még hülye sikeres embert nem láttam. Nekem a barátaim azt mondják, hogy én egy talent vagyok, egy tehetség vagyok, nem érzem a tehetséget magamban, mindig úgy szoktam fogni, nem értek én semmihez. De számomra a siker az egyértelműen a család. A következő lépés abszolút az, hogy egy nagyon kerek és egy nagyon egész családban élhessek. Kudarcokra visszakanyodnék, és tök jó, hogy arról kezdtél beszélni, mert van is egy ilyen kérdésem, hogy abban a megfogalmazásban, ahogy te mondtad, vannak-e kedvenc kudarcaid, ami kívülről annak látszik, de amúgy nyilván nem az volt, ami által akár azzá válhattál, aki most vagy. Nekem a Friderikusz műsorban, a Friderikusz Sándor mondta azt, hogy számára kudarc volt, amit én az Éden Hotel című műsorban műsorvezetőként hoztam. Sajnos a műsorból kimaradt, de én azt mondtam neki, hogy én viszont kedves Sándor, elmentem és megnéztem a Sztárban Sztár döntőjét, ahol ön szóra-szóra felolvasta a Súgóról. Te ezt kudarcnak élted meg, vagy az csak egy külső feedbacknek számított? Nem éltem meg kudarcnak, sőt azt mondtam, hogy ott dőlt el bennem, hogy én game show-kat, ilyen jellegű reality show-knak a moderátora vagy műsorvezetője nem kívánok a jövőben lenni, mert senkit nem megbántva, de más emberek bemutatását, fényezését, azt nem az én személyiségemnek találták ki. De látod, akkor valahol, és itt, akkor ez szerintem egy nagyon jó rávilágítás annak, hogy mi a kudarc. Mert mondhatnál azt, hogy kudarc, igen, én nem vagyok jó egy ilyen műsorba. De nem hogy az, hanem pont ennek köszönhetően döbbentél rá, hogy ez nem a te utad, viszont tudod, hogy mi az. Így van, tehát a műsorvezetésnek az a fajta dolga, ahol élőben vagyunk, ahol nincsenek fix kérdések, ahol beszélgetni kell, ahol elő tudom hívni az emocionális kérdezéstechnikámat, abban szerintem jó vagyok, és ezt nagyon szeretik a nézők, sőt, szerintem várják is tőlem, de minden, ami fix és ami zárt, az nem való az én személyiségemnek. Más kudarcok, ami miatt a Berki lett, vagy Berki Krisztián, bárhogy is nevezzük? A Berkit, amikor én kitaláltam és elkezdtem, én nagyon szerettem volna bicska nyitogató lenni, és nagyon szerettem volna azt, hogy hát finoman fogva, utáljon mindenki. Ez egy szerep, amiben te belementél akkor, amikor ezt kitaláltad. Szerep, de közben én ezzel tudtam azonosulni. Tehát ez nem úgy szerep, hogy nem tudom én most akkor, én nem akarok egy sportautóval 200-zal menni, mert fú, mit fognak. Nem, én abban a szerepben, én abban tudtam élvezni, és ki tudtam teljesedni. Mert tudtam, hogy egy olyan hiányposztot töltök be, ami mindenkinek tetszeni fog, mindenki nézni fogja, de senki nem fog elismerni, hogy az jó. Magyarországon az emberek azt hiszik, hogy az te vagy. Na jó, de Magyarországon oda mennek a jockeyhoz, vagy Ez így van, csak hogy ez számomra furcsa volt, hogy mondjuk baráti társadalomban, vagy családon belül is megjelent egy újságcikk, és megkérdezték, hogy ez tényleg igaz? És akkor az ember így tudod, így elgondolkodik, hogy várjunk már egy picit. Hát, Ami itt van mögöttem, az egy doboz. Uh-huh. Azt azért van, mert szórakozni szeretnénk. Tehát bekapcsoljuk,
elengedjük a gondolatainkat, és röhögni kell a berkin, vagy meg kell sértődni a berkin, amit éppen csinál a tévében, és ennyi a sztori. Nem vagyok ettől művész úr, de nem vagyok ettől más ember sem. A csapattársaid utáltak? Nem. Én mindig egy ilyen igazságosztó voltam, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy 22. játékos voltam, és nem az első. De a hazugság történt igazságtalanság, én mindig kiálltam a csapatért, vezetőkkel, edzőkkel szemben. Valószínűleg ezért is láttam Európában a legfiatalabb elnök. Kb. Két kérdést érintettünk, amit jóval később szerettem feltenni. Visszamegyek az elejére, ugye volt, hogy 20 évesen hol voltál. Ugyanez a kérdés a 30 éves önmagadra. Hol voltál, és mit tanácsolnál neki most? 30 évesen egy többszörösen kiégett pali voltam, minden szempontból. Akkor álltam fel a Faradiban, ott egyetlen egy oka volt annak, hogy felálltam, és felmondtam az igazgatóságban, hogy ott kiderült, hogy nem fog tudni stadiont építeni. És hát kimondom őszintén, hogy engem a futballcsapat ügyvezetése és annak a koordinálása az már nagy képviségnek fog hangzni, hogy a csípőből ment, tehát innentől kezdve az már nem érdekelt, és én 4-5 évente mindig váltok. Mindig, ha valamit elérek, és azon azt mondom, hogy a csúcspontja megvan, akkor azt én elengedem. Minden. És ez ott volt? Ez ott volt, ez ott érkezett meg. De kiégett voltál még. Azért, mert én előtte el akartam már egy fél éve jönni a Fraditól, akkor a vezetőim nem engedtek, és úgy tudtam eljönni, hogy nem jelentettem be. Én akkor leléptem, elmentem Máltára, majd elmentem Amerikába egy fél évre, és fél év után jöttem vissza. Viszont fél év után felkértek, hogy akkor vegyem meg esetleg a csapatot, és akkor lettem Európa legfiatalabb tulajdonosa, megvásároltam a Fradit. Ez ilyen 30-es korom. 30-es korom, és akkor volt az, hogy én tovább értékesítettem ugye a jelenlegi tulajdonosi körnek. De én akkor egy többszörösen kiégett pali voltam. Én ott azt mondom, hogy 23-24-től véghazudtam az életemet, egészen 30-ig. Ezt hogy érted? Az, hogy minden üzleti tárgyalásnál, minden... Mondok egy példát, tehát amikor te pontosan tudod, hogy 50 milliós Fradid van, most nagy zolog természetesen. Akkor és kiállsz, és van egy szurkolói ankétod, és ott áll 2000 ember, és te azt mondod, hogy már pedig bebizonyítjuk, és mi leszünk a bajnokok, miközben abban a mondatban már tudod azt, hogy gazdaságilag te egy olyan csapat vagy, hogy a 8.-10. helyre tudnál odaérni. De akkor is ezt kell mondanod. És ez idő után felörli az embert, és utána azt mondtam, hogy nem. Mit mondaná, ha most találkozni? Azt, hogy 10 évvel korábban kezdjem ezt el. 10 évvel korábban kezdjem el azt, hogy azt mondom, hogy 30-es koromtól nem hazudok. Ezt 10 évvel korábbra tegyem, és nem menjek bele olyan játékokba, ami mondjuk felörli az embert. És ezt én politikusoknál és top menedzsereknél szoktam látni, hogy egyszerűen bedarálja a rendszer. Tehát rákényszeríti arra, hogy egy picit mismásoljon, egy picit elfedje a valóságot, és ott látszik az, hogy 2-3-4 év után politikusok arca eltorzul. Hogyha nem vagy őszinte, akkor az kiül az arcodra. Van valami, amit cikinek érzel magadba? Hogy gyakran megtörténik veled, és hogy nem tudtál rajta változtatni? Igen, van. Nagyon sokszor van az, hogy a telefonomat nem tudom kezelni. A határidőnaplomat már tudom, mert nem én kezelem, hanem a kollégám. Bejöttem az irodába, és csak szeretnék kérni szabadidőt, hogy adjatok szabadidőt. És amikor ezt nagyon sokáig csinálod, és hétvégén is dolgozol, mert pénteken haknizol, szombaton műsort vezetsz, vasárnap, mint tudom, még sportrendezvényre elsz, akkor egy után azt mondja az ember, hogy nem volt olyan terület az életemben, vagy olyan program, ahova effektív pihenni mentem volna. Mindenben volt valami érdek, valami munka, valami munkához köthető dolog. Tehát ez az egy volt, amivel azt mondtam, hogy úristen, csak szabadidőm legyen. Miben változott meg a nézeted az elmúlt években? Volt bennem egy fal. Nekem az édesanyám alkoholista lett, mikor elváltak a szüleim utána. Nem azért, mert elváltak a szüleim, hanem mert hozott egy rossz üzleti döntést, és annak hatására ő az alkoholhoz nyújt. Bennem volt mindig egy blokk, hogy nem adom ki magam, nem nyílok meg, nem mutatom meg a másik oldalamat. A Natika az egyik olyan személy az életemben, aki kinyitott egy picit, és megmutatta azt, hogy mondjuk kimerem mondani azt, hogy szeretlek, vagy hiányzol, vagy kimerem mondani azt, amit éppen adott esetben érzek, vagy gondolok, vagy amit szeretnék, ez korábban sosem volt így. Beszélgettem, remélem elmondhatom a teniszpályán a Porsche-nak a vezérével, Eppel úrral egyszer, valamint Csányi úrral volt alkalmam beszélgetni a teniszpályán, és
Ott egyértelműen kiderült számomra, hogy akkora cégeket és vállalatokat, ugye Csányúr esetében többet is, de csak beszélünk az OTP-ről, egy nap alatt irányít. És egyértelműen mondták, hogy Krisztián, te mit csinálsz? Hát van X embered, projektmilliómos, szét vagy esve, nem érsz ide a teniszpályára, astod, hogy csörög az örög a telefonon. És egy csomó időnek el kellett tenni, amire megértettem azt, hogy nem sokat kell dolgozni, hanem hatékonyan kell dolgozni. Alakosan. Jó emberekkel, jó kollégákkal, és ezt egyébként a társamtól tanultam meg inkább a legszoros értelemben, mint ahogy magányos farkasból az ő személyét illetően lehettem egy teljes értékű ember. Van olyan idézet, ami mentén éled az életed? Van egy, most nem tudom itt megmutatni, mert túl kompromitáló lenne, de elmondom. Aha. Ugye én biztonsággal is foglalkozom, annól mit csináltuk, ugye a Fradi Security-t. Vannak nehéz fiúk körülöttünk, ugye a szakma így hívja. Az egyik barátoméktól kaptam egy bicskát, biztos sokan tudják, hogy nagyon sok ember hord magánál mindig bicskát, és van egy ilyen nekem is, ami mindenre képes természetesen. Az az idézet, hogy ami szerintem nagyon illik rám, és őtőlük kaptam, hogy az életben a legnagyobb dolgokat csak azért isből jönnek létre, és én is talán az az ember vagyok, aki csak azért is megcsinál dolgokat. Ez mindig a nehezebb út, meg mindig a problémásabb út, de én abszolút hiszek ebben, hogy csak azért is. Hogy csak azért is, igen. Mondjuk azt mondom neked, van egy edzés, kemény srácokkal szoktam edzeni, nem testépítőkkel, kemény srácokkal, direkt kiemelem. És amikor a 18-at húzod és 20-at kell, és a 20-nál már úgy érzed, hogy leszakadt a bicepszed, és éppen nem tudom, ilyen levegőt sem kapsz, akkor van, hogy a barátom benyögi, hogy a natikáért még 4-et. És azt mondom, hogy az élet az mindig azon múlik, hogy adott helyzetben hogyan tudod magad motiválni, és mennyire vagy erős fejben. Vagy mondjuk beszélhetnék a késésről is, hogy amikor először késtem edzésről, akkor a barátom nem haragudott rám, csak így annyit mondott, hogy figyelj, 20 perccel többet láttam volna a gyerekemmel. És tudod, ebben nincsenek bántó szavak. De ebben, mégis legmélyebbre hatol. De ennél jobban nem fájhat semmi. Úgyhogy... Csak azért is. Úgyhogy csak azért is. Mi az a dolog, amit látsz a világban? Nagyon sokan prédikálnak róla, hogy ez így jó, de szerinted egy totális baromság. Hát az egész élet, ahogy élnek az emberek, az totális baromság, felszínes. Tehát tisztelet nélkül inkább így fogalmaznék, hogy én, ha leülök veled beszélgetni, akkor, úgyhogy nem ismerjük egymást, akkor ezt én vállaltam. Akkor én leülök veled úgy, hogy nem érdekel, hogy mit kérdezel, nyitott vagyok és válaszolok. És itt vagy teljes fókuszban, amit érzel. Leülhetnék úgy is, hogy jó, mondjad, figyelj, majd mondok rá valamit, meg majd így gondolom, meg úgy. Nem. Tehát, hogy az emberek azt látom manapság, hogy mindent félig vagy negyedik csinálnak. Ahogy mondtad is, hogy vagy teljesen, igen, vagy sehogy, és ez nem megy. Én lemegyek az edzőterembe, akkor nem azért megyek le, hogy nem tudom, én picit megizzadjak, hanem azért, hogy ott elvégezzem azt a feladatot, amiért oda mentem. Megfordítom, és szerintem a gondolat tovább is tud menni, hogy mi az, amiben te hiszel, viszont nehezen tudod bizonyítani. A saját életemben bizonyítom azoknak, akik hisznek bennem. Sosem hitt bennem senki egyébként, egész életemben. Tehát a szüleim sem hittek bennem, aztán a környezetem sem hitt bennem. Ha most tévés fronton mondom, akkor lehet, hogy a tévésben a vezetőim sem hittek bennem, csak lehet, hogy hoztam azokat a számokat, amiért már kénytelenek voltak hinni ebben a jelenségben. Megcsináltad csak azért is. Csak azért is, igen, ez egy nagyon jó dolog. Én azt mondom, hogy dönts te a leggyorsabban. Mindegy, hogy hogyan döntesz, de a leggyorsabban neked kell döntened. Te akard a legjobban, és higgy magadban. Ez a három olyan, ami ahhoz kell, hogy ne tudjon senki kizökkenteni. Mert ha most itt adhokban kell dönteni valamit, akkor én vállalom a felelősségét, hogy én döntöttem. Azért a döntésért. Az el van döntve. És nincs rossz döntés. Csak döntés van.
mert a döntés az még mindig kezelhető. Az egyedüli rossz döntés, ha nem döntesz, és az is egy döntés, amiben akkor megállt. Így van. Úgyhogy szerintem ez a három. Mi jut eszedbe, amikor izgatott leszel? Most a szerelem. Mert nekem nem volt még ilyen. Nem volt még ilyen érzésem, hogy nekem pillangók lennének a hasamban, vagy nem akarok enni, vagy izgatott vagyok. Én a teher alatt erősebb vagyok. Én szeretem a terheket, tehát az üzleti világban, kiérezett helyzetekben, szituációkban én jól teljesítek. Én az a típusú válságmenedzser vagyok, ha lehet ilyet mondani, aki még néha még generálja is azt, hogy mondjuk nem tudom, valamit elvégezhetnénk hétfőn, de péntek a határidő, akkor biztos, hogy pénteken állok neki. Csak azért is. Csak azért is, igen. Hogy pénteken mondjuk 4 óra alatt meg tudjuk-e azt csinálni, amit mondjuk egy hét alatt kellett volna. Mert megcsináljuk. Mert meg. Csak igen. Azért is. Ez most már, ez lesz az igen. Egésznek a igen. Címen. Ez egy filozófus idézet, mert Nietzsének az idézete. Nietzsének? Igen. Őtől ezt nem van. Tudtam. Igen. Megvan a teljes könyv, úgy kaptam ajándékba egy nagyon régi könyvet, úgyhogy ez egy nagy értékű könyv. Melyik ez a könyv tőle? Majd megmutatom. Jó, köszi. Mik azok a döntéseid, amik által azzá váltál, aki ma vagy? Ezek nem döntések, ezek érzések. Ha hallgatsz a belsődre, a belső intuícióidra, akkor hozol jó döntéseket. És ezt a kettőt tudod keverni, akkor elpusztíthatatlan vagy. Foghatsz egy óriás plakátot, és ezt úgy mondom, hogy digitális világban élünk, de akkor is egy óriás plakát, bárhova helyezheted, és bármit írhatsz rá. Hova tennéd, és mit írnál rá? A talpunk alá tenném, az teljesen biztos, hogy mindenki láthassa, mert ma az emberek nem fölfelé néznek, hanem lefelé néznek. És valamilyen olyan motiváló szöveget írnék rá, ami talán az egész világra is jó lehet. Én még mindig azt mondom, hogy a legnagyobb probléma abban rejlik, hogy mások életével foglalkozunk, mások életét nézzük, követjük, látjuk, ezáltal nincs időnk a sajátunkra, hogy nem bíznak és nem hisznek magukban az emberek. Hogy, amit az előbb mondtál, hogy merje bízni igen, hogy én, hogy nekem nem volt más szanszom. Tehát én nem... Tehát bízhatunk abban, hogy majd a társunk megment, de nem. Tehát, de megtanultad a homokozóban, hogy Nem. És amikor a homokozóban megtanultad, rájössz arra fiatalon, hogy egyedül vagy. Teljesen egyedül. És hogyha nem hiszel magadban, akkor elestél. Úgyhogy én azt írnám rá, hogy higgyetek és bízzatok magatokban, de mindenkinek sajnos mai nappal a lábuk alá tenném ezt a plakátot, vagy ezt a digitális üzenetet. Egy könyv, amit a legtöbbet ajándékozol. Van ilyen? A legtöbbet ajándékozok Ambrus könyveket, igen. Ez, mert sok van nálam. Mert sok van nálam. Hogyha te egy témában 10 éven keresztül olvasol, a szakmai tudásodat 10 év alatt a felső 1%-ra tudod emelni az adott szakmán belül. Ez a Gladwell 10.000 óra elmélete. Így van. Szerintem. Innentől kezdve én azt szoktam javasolni, te mi vagy pszichológus, akkor olvassál. Akkor abban, csak abban a témában, akkor te ne olvassál, nem tudom én HVG-t, meg te ne akarjál éppen rejtőjenőt olvasni, csak azt. Egy focis példát hozok, Magyarországon te jól rúgsz jobbal, akkor azt mondják, hogy na gyere, ballal is megtanulunk. Míg mondjuk Cristiano Ronaldónak van egy biciklis csele, és egy induló sebessége. De abban a legjobb. Mi volt a legjobb befektetésed eddig? Kutya. Ez jó, mert mondjuk jó a kutya, nem, de ehhez még egy kérdés, hogy 20 ezer forint alatti legjobb befektetésed. Pufirizs. Viccet félretéve. A legjobb befektetés az mindig a saját magad való befektetés. Az a legjobb befektetésem, amikor azt mondom, hogy kereshetek mondjuk 1 millió forintot reggel 10-től délig, de én elmegyek edzeni. Hogy töltöd a reggeled első 30-60 percét? Nagyon sokáig 4:35-kor keltem minden reggel. Viszonylag keveset alszom, 6-kor már edzőteremben voltam, 6:30-kor már végeztem, mentem tévézni, és ezen most változtattam a kislányom miatt. Most úgy indulnak, hogy felébreztem a páromat, szerelmet vallok, boldog vagyok, hogy megérezhetem ezt az egészet, hogy ott van mellettem a társam. Időt szakítok az ébredésre, ami nagyon fontos. Hát nem kiugrom az ágyból, nem elfordulok, hanem szánok arra, 5-10 percet, hogy őt is felkeltsem. Az ölelés, a szeretet,
az a fajta kis hancúrozás, amit reggel megélhetsz, az nagyon sokat ad. Az a fajta, ugye endorfin hormonnak hívjuk ugye a sportból felszakadó hormonokat, mint ahogy az ölelkezésből felszakadót is. Ez akár 8-10 óráig is kitart. Ha lenne bármi, ami a rendelkezésedre állhat, és korlátlan erőforrásod lenne, mit csinálnál? Én kimondhatom azt szerintem, hogy én ezt most megengedhetem, és nem azért, mert az ember anyagilag vagy vagyonos, hanem azért, mert eldöntöttem, hogy ezt megengedhetem magamnak, mert én tudok diétázni 800 forintból is, és el tudok menni, most direkt nem mondok éttermet, de 300.000 forintért is vacsorázni. Ha mindenemet elveszíteném, de az egészségem, az akaraterőm, az aktivitásom, az energiám megmarad, teljesen biztos vagyok magamban, és itt jön a hit, hogy 3 hónap, 6 hónap alatt újra összeraknám magam. A rendszert nagyon szeretem, és hogyha rendszerben tudsz élni, az adja a legnagyobb biztonságot. Ez egy nagyon jó zárszó. Én ezzel el is köszönnék tőletek, és nagyon szépen köszönöm, Krisztián. Sokkal szertágazóbb volt a beszélgetés, mint amivel jöttem fix kérdések, úgyhogy tényleg köszi. Nektek is köszi, hogyha még itt vagytok és megnéztétek. Ha bármi kérdésetek, gondolatotok van, írjátok meg kommentbe, és ha még nem vagytok feliratkozva, kérlek iratkozzatok fel. Sziasztok! Ciao, ciao.